Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat, a díjam jóslásonként 4000 forint. Ez a videó megjelenik május 22-én. Az indiai asztrológia szerint a hold ezen a napon a Visakha holdházban van. Visakha tulajdonképpen a tűz istennője, és használja a tüzet. Valamit feléget maga mögött. És ez azt jelenti, hogy valamit le kellene zárnunk. De ez a tűz eleme jelenti a jövőt is, a lelkesedést, a bátorságot, amikor itt kiépül majd valamit. Bizonyos dolgokat el kell engedni, és felkészülni arra, hogy lesz egy új irány, valami, ami lelkesít bennünket. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Az ő gondolata felül látható a torony és a szív. A szív azt jelenti, hogy szeret téged, de benne van a toronyban. Vagy félelmei vannak, ami miatt fogva érzi magát, mint egy labirintusban, vagy van még egy párkapcsolata, és ebben a párkapcsolatban érzi fogva magát, de ki akar szabadulni a toronyból. És akkor a torony lehet egy bírósági ügy, például a vállás. Hogyan érzi magát, az bal oldalon látható. A levél az egy kapcsolat. Vagy ír neked, vagy lesz egy meghívás, vagy arra vár, hogy te írj neki. És alul a park jelenti a nyilvánosságot, hogy látni akar téged a nyilvánosságon. Ebben az esetben a levél lesz egy meghívás. Amit a levél még jelenthet, hogy van a környezetében valaki, valószínű egy nő, aki mindig mindent előír neki, lehet, hogy ezért érzi magát fogva a toronyban, nem tetszik neki ez a helyzet. És a park ott alul, bal oldalon a nyilvánosság jelentheti azt, hogy kiderül az igazság, beszámol erről, vagy úgy takargatja a dolgokat, és a nyilvánosságon úgy tesz, mintha minden rendben lenne kettőjük között. Ami tény, hogy szeret téged, ebben megbízhatsz. Mit fog tenni, az jobb oldalon látható. A kezébe veszi a kulcsot, kimutatja a magabiztos fellépését, a kulccsal lezár bizonyos dolgokat, például ezt a feszült helyzetet, és egy időben kinyílik egy ajtó, egy lehetőség, például a házhoz. Ez lehet egy látogatás, hiszen látni akar téged, vagy lehet egy meghívás, viszont azt is jelenthetik a kártyák, hogy tervez veled együtt egy közös otthont, és akkor a levél már utalhat szerződésekre, adásvételi szerződésre, vagy bérleti szerződésre, és a torony lehet egy hivatalos ügy, ahol ezeket rendezi, ezeket a témákat. Vagy a torony az lehet egy nagyváros, hogy a lakás vagy a ház a nagyvárosban vagy annak a közelében lesz. Mi fűz össze benneteket, az középen látható a magyar kártyán. Itt most az F betűről van szó. Mi jut eszedbe az F betűről? Ami nekem eszembe jut, például Ferdinánd, vagy Ferenc, vagy Franciska, vagy Flórián, vagy Ferencváros, vagy Füzesabony, vagy Fácán, hogy mi jut neked eszedbe, örülnék annak, ha leírnád a kommentárba.
A régi írás mód az úgy nevezett rovás írás középen van. Itt zárul a kör. Itt meg lesz köztetek a kapcsolat. Az is lehet, hogy véditek magatokat, és a kör olyan, mint egy kerítés, ti ott középen majd találkoztok. Óvjátok az otthonotokat. Azon kívül jelenthet döntéseket is középen ez a kereszt, hiszen találkoztok, meg elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. A napi kártya az jobb oldalon alul látható, ez a hölgy otthon van, vagy otthonról dolgozik az interneten keresztül, vagy szabad ideje van, és így az interneten kapcsolatokat ápol, irogat valakivel. Lehet, hogy nálad is vannak ilyen kapcsolatok, vagy valaki vár arra, hogy írj neki. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Persze leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy azt, hogy mit jelent számodra az F betű. Ez lehet egy fogalom, ez is F betűvel kezdődik, vagy lehet egy név, valakinek a keresztneve, vagy a vezetékneve, lehet például egy város, vagy egy ország, Franciaország például. Azon kívül leírhatod azt is, hogy mi jut eszed be a rovás írásról, erről a szimbólumról, mit jelent számodra ez a kör, és a körben ez a kereszt. És örülnék annak is, hogyha meglátogatnál a Facebook oldalon, Bender a Susanna Medici, ott megjelenik naponta a Maja Naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!